A keresztény értelmiségi kör 2014. november utolsó hétvégéjén adventi lelki napot szervezett a Horgos melletti Domus Pacis lelki gyakorlatos házban. Dr. Harmad Károly ferences rendi szerzetes, az Agapi könyvkiadó igazgatója tartott elmérkedés sorozatot Alakítsuk szívünket messiás befogadó jászollá címmel. Az első előadást hallhatják. Elmérkedéseinknek a fő címe Alakítsuk szívünket messiást befogadó jászolra. Az emlékedéseket úgy képzeltem el, hogy tulajdonképpen az emberi tapasztalatból indulok ki. A Szentírás ebben szám mindannyiunk számára példa. A Szentírás nem ad nagy magyarázatokat és a teológiától eltérően nem ad egy tanítás rendszert, hanem a Szentírás mindig arról tanúskodik, hogy egy-egy korban egy-egy név, vagy tanú, próféta, vagy akárki más, hogyan élte meg az Istennel való kapcsolatát. És ezt a kapcsolatot mindig az emberi helyzetekkel hasonlítja össze, illetve az emberi helyzetekből indul ki. Ugye, ha teológiai akarnánk ezt megfogalmazni, akkor azt szoktuk mondani, hogy a teológia analóg módon beszél az Istenről. Tehát az ember megtapasztal bizonyos helyzeteket, és azt mondja, hogy ez Istennél is van. Vagy egészen konkrétan, például megtapasztaljuk a jóságot, a szeretetet, az igazságosságot, a békét, vagy hasonló dolgokat, és azt mondjuk, hogy ez Istenben is meg kell, hogy legyen, mégpedig tökéletes módon. Hogy mi az, hogy tökéletes, azt csak nagyjából tudjuk elképzelni, hiszen nekünk nincs tapasztalatunk arról, hogy mi az, hogy tökéletes. Mint ahogy nincs tapasztalatunk az örök életről sem. Nem tudjuk azt, hogy mi az örök. Általában úgy képzeljük el az örök életet, hogy az vég nélküli élet. Nagyjából így szoktuk, azt hiszem, többségében megfogalmazni. A valóság azonban az, hogy ez egy időn túli, időn kívüli élet. Tehát nem lehet hasonlítani rá, vagy rámondani, alkalmazni rá ugyanazokat a jelzőket, mint amelyeket alkalmazunk az életre. Az élet az számunkra egy folyamat, amelynek egy része ugye befejeződik a halállal, és következik a, már a további része, és úgy gondoljuk, azt is úgy képzeljük, hogy egy örök folyamat. Itt megkezdődik, halál után pedig még tovább folytatódik. A valóság azonban az, hogy időn kívüliségről van szó, ami a gyakorlatban azt is jelenti, ugye mindannyian ezt nagyon jól tudjuk, hogyha nincs idő, akkor csak van egy állandó jelen. Ez pedig megint olyan fogalom, ami számunkra megint csak az elképzelés szintjén van jelen. Mert azt se tudjuk, hogy mi az, hogy jelen. A mi életünkben nincs megállás. Az élet az egy állandó folyamat. Ezért van az, hogy a keletiek hova mennek, mennek a folyókba, ott fürödnek, ott tartják a szertartásokat, Ganges vagy akármelyik másik nagy folyók partján, mert az jelképezi az életnek a folyását, és ebben az életben szükség van a tisztulásra is mindig. Adventnek az ideje is egy ilyen tisztulási időszak. Amikor az elmérkedést készítettem elő, akkor igyekeztem, mennyire sikerült, azt majd mindenki látja, és a Jóisten majd fölvilágosítja, mert a Jóisten nem csak azt mondja, amit az előadó mond, vagy az elmérkedés vezetője mond. Ha Isten bennünk van, már pedig mi hiszünk abban, hogy igenis bennünk van, akkor ő működik is bennünk is. Oda kell figyelni a szavára, mert az én szavaim mellett biztos, hogy sokkal okosabb és nagyobb dolgokat mond mindenkinek. A Jóisten a bensünkben megszólal, a bensünkben üzen valamit, a bensünkben fölfedeztet velünk valamit, a bensünkben megéreztet valamit bennünk. Ezek olyan lelki élmények, amelyek nem hasonlíthatók össze semmilyen más élményünkkel. És mi hívők erre vagyunk büszkék, ezért vagyunk hálásak a Jóistennek, és ezért is mondjuk, hogy mi különbözünk más emberektől. Azért, mert ezekre a belső lelki sugallatokra, az isteni sugallatokra is oda tudunk figyelni. Az az ember, akinek a figyelmét a külső világ tagolja le,
az egy rabjává, a külső világ, az az ember ezt nem veszi észre. És ezért van krízisben az emberről alkotott képünk is, és maga az emberiség is nagyon sokszor, vagy azt mondhatnám, hogy állandóan, hiszen mindig krízisben van, mert ezt a valóságot nem tudja elfogadni, vagy nem fogadja szándékosan, hogy egyszerűen sohasem tanulta meg, hogy oda kell figyelnünk arra is, ami bennünk zajlik. Az ember az nem csak test, nem csak fizikai valóság, az embernek van lelke, van egy mélyebb lelke, és a szellem, ugye a Szentírás Pál apostol három részből úgy fogalmazzuk az embert, hogy három részből áll. Tehát egy olyan valósággal állunk szemben, amelyre mi hívők oda tudunk figyelni. Nem maradunk meg, tehát csak a külső dolgoknál. Amikor az elmélkedést készítettem, akkor állandóan, tehát, hogy visszatérjek ugye a kezdethez, állandóan szem előtt tartottam azt, hogy mi történik a születésnél, az emberi születésnél, és mi történik az Isten születésénél. És valahol ezt az alapvető gondolatot próbáltam megtartani mindig, vagy igyekszem majd megtartani a háttérben, hogy mi is a valóságból, a megtapasztalt valóságból induljunk ki. És meglátjuk azt, hogy ebben a megtapasztalt valóságban nagyon is jól fölfedezhető és beilleszhető. Idézőjelben a mi részünkről az Isten, ő jelen van ebben a valóságban. De nem biztos, hogy mi mindig föl tudjuk fedezni az ő jelenlétét. Kezdeném tehát azzal az alapvető gondolattal, ami mindannyiunk számára ismeretes, de jó, ha egy kicsit fölfrissítjük, az, hogy az egyháznak van egy alapvető küldetése. Az alapvető küldetés pedig Jézus örömhírének a hirdetése, az evangéliumnak a hirdetés. Ugye az evangélion örömhírt jelent. Miben látom én a lényegét ennek az örömhírnek? Az, hogy a Jóisten azt mondja nekem, hogy ember, nem vagy magadra hagyva. Az élet különböző nehézségei, problémái, másrészt pedig az örömei és más pozitív élményei közepette is, én mindig ott vagyok veled. És ennek az örömhírnek, ahogy a másik nagy, ezért is hívják az evangéliumok Emmanuelnek a megváltót. A velünk lévő Istennek. Ez karácsony folyamán nagyon sokszor fogjuk hallani a próféták ajkáról, fogjuk hallani az újszövetségi olvasmányokból is. Tehát az Isten igenis az emberrel van. És ezt különösképpen észre fogjuk venni, illetve hangsúlyozza majd a liturgia is, hogy nem csak, hogy az emberrel van, hanem maga is emberré vált. Megtestesült. Most a megtestesüléssel kapcsolatban is vannak különböző megközelítések. Hogy Jézus Krisztus emberi alakot öltött. Az a nagy kérdés, hogy ki volt előbb elképzelve, az ember vagy maga Jézus? Szem elől szoktuk téveszteni és megfeledkezünk arról, hogy ha mélyen áttanulmányozzuk a szentírási szövegeket, akkor azt láthatjuk, amit egyszerűsítve úgy fogalmaznák meg, hogy a Jóisten már kezdetben, megint ugye mi időben lévők ezt mondhatjuk csak, már kezdetben először elképzelte azt, hogy hogy fog kinézni az ő fia, hogy fog kinézni Jézus Krisztus. És az ő képére teremtette az embert. És nem fordítva, ugye nagyon sokszor úgy érezzük, hogy fordítva hangoztatják az ige hirdetők is, mi magunk is sokszor fordítva képzeljük el, hogy hát mi emberek ilyenek voltunk is, akkor jött Jézus Krisztus, és akkor hát a Jóisten kinézte, hogy na hát akkor ő is ilyen alakú legyen, ugyanebben vegyen részt. Tehát ha ebből indulunk, hogy a Jóisten már előre elképzelte azt, hogy Jézus hogy fog kinézni, akkor sok minden a mi szemléletünkben megváltozik. Mert az azt jelenti, hogy Jóisten már előre, az Atya már előre tudta azt, hogy mi mindenen fog az ember átmenni. És ettől nem mentesült az ő fia se. Az egyház, amikor hirdeti az örömhírt, az evangéliumot, akkor azt is mindig hozzáteszi, hogy az Isten
Szerető Istenként van jelen. Szerető Emmanuel. Az ember szerető Isten. Ez egy rendkívül nagy üzenet. Ha komolyan belegondolunk, akkor fogjuk csak igazán ezt megérteni is, amennyiben még kegyelmet is kapunk hozzá, hogy megértsük, akkor állandó hálával telik meg a szívünk. Nem vagy magad, nem vagy egyedül, a te teremtőd, a te alkotód, veled van Istenként, aki téged szeret, és ebből a szeretetből kifolyólag, aki irgalmas is veled szemben. Nem képzelhetjük el tehát, ha az evangéliumot tartjuk szem előtt, és ha az evangéliumot követjük, az, hogy az Isten az egy valami szörnyű, bosszúálló csendőr, vagy ki tudja micsoda, azok sem voltak mindig rossz emberek, úgyhogy tehát ezt szokták mondani példának. Azok is emberek is, rendes emberek, mint minden más ember. Tehát a Jóisten az nem olyan valaki, aki az én büntetésemet, kármat akarja, hogy amikor büntetésekről, meg a hasonló megpróbáltatásokról beszélünk, akkor megint mindig nagy kételjeink szoktak születni, hogy hát akkor most mi van, szeret engem Isten, vagy nem szeret? Ha szeret, akkor miért büntet? Ez egy olyan téma, amit ugye külön kellene feldolgoznunk. Elég most ebben a mai elmérkedésünkben csak arra emlékeztetni, hogy amit Pál apostol mond, és amit megint tapasztalunk is, akit szeret, azt bünteti is egyszerű emberi szavakkal kimondva, azért, mert a szülő is a gyermekét nem akkor szereti, ha éppen mindent megenged neki, nem akkor szereti, ha megengedi, hogy a fejére mászon is, hanem ha néha, ha bár ugye most már a törvények ezt is tiltják, oda vág, ahol puhább a hátsó rész, a hátsó pértájra is egy párat. Miért? Azért, mert szereti. Nem azért üti, vannak kivételek sajnos, nem azért üti meg, mert nem szeretné a gyermekét, hanem éppen azért, mert a javát akarja. Ezt a Jóisten esetében nem mindig tudjuk ám így megfigyelni, feldolgozni, különösen, ha nehéz életek, helyzetekben találjuk magunkat. Amikor tehát beszélünk arról, hogy mit jelent az örömhír, akkor én ezeket a mozzanatokat szeretném kiemelni, a velünk lévő Isten, a bennünket szerető Isten, és a nekünk irgalmasan megbocsátó Isten van a Jézusi igehitzet és középpontján. Az egyház ezt tovább folytatja. Ezt azért mondom, mert majd a végén eljövünk addig a gondolatig, elérünk, ha Jóisten is segít bennünket, hogy fölfedezzük azt, hogy nekünk ezt tovább kell vinnünk. Az egyház tovább viszi ezt az örömhírt, és gyakorlatban is megmutatja, hogy hogyan gondoskodik a saját gyermekeiről. És amikor az egyház örömhír átadásáról beszélünk, akkor mindenek előtt meg kell említenünk a szentségeket. Ezek kiváltságos találkozási alkalmak Jézussal, ami azt jelenti, hogy minden szentség megerősít bennünket ezekben az alapvető evangéliumi kijelentésekben és alapvető evangéliumi hirdetésekben. A másik nagy terület, ahol az egyház megmutatja azt, hogy hogyan valósítja meg az evangéliumot, az a felebaráti szeretet gyakorlása, ami nem más tulajdonképpen, mint annak a leképzés, amit Isten velem tesz. Ha Isten engem szeret, én is szeretem az embert. Ha Isten engem teljes szívével szeret, akkor szem előtt kell tartanom azt is, hogy a mellettem ülők is, téged is teljes szívével szeret. Nála nincs megosztottság, mint nálunk, és nincs féltékenység se, mint ahogy nálunk szokott lenni, hogy ki kit szeret jobban. Ugye még az állatoknál is ezt megszoktuk. Házi kedvencek esetében is megszoktuk tapasztalni. Még azok is írigyek, féltékenyek, hogyha másikat valaki többször megérinti, vagy többször megsimogatja. A Jóistennél ilyen nincs. Abból kifolyólag, hogy ő mindenben tökéletes, tehát a szeretetet is tökéletes módon gyakorolja. Az egyház is ezért teszi ezt, mert nekünk mi a végső célunk? Az, amit Krisztus Urunk mondott. Legyetek tökéletesek, amilyen tökéletes a mennyei atya. Tehát nincs kecmec.
Jézus azt mondja, hogy ezt kell megvalósítani. És megint ugye a nehézségünk előkerül, akárhogy is gondolkodunk ezen a Jézusi felszólításon, hogy hogyan lehetek én annyira tökéletes, mint amilyen tökéletes a mennyei atya. Azt hiszem, hogy ezt így emberi logikával gondolkodva sohasem érjük el. Mert ha bármikor is annyira tökéletességgé válnánk, mint amilyen tökéletes a mennyei atya, akkor azt jelenti, hogy valahol, valamikor kiegyenlítődnénk az Istennel. Mi magunk is Istenek lennénk. És akkor jöhetne előről újra az, ami az emberek között tapasztalható, hogy na most akkor ki az első? Ki a legfőbb? Ha mindannyian Istenekké váltunk, ki a legfőbb? Ennek azt hiszem, hogy inkább egy ilyen pedagógiai célzatot kell tulajdonítani, hogy Jézus magasra teszi a lécet. A magasugrók esetében ugye mindig emelik egy kicsit. Hogy még egy kicsit többet teljesítsenek. Mert ha túl alacsonyra tesszük, akkor mennyit tudunk teljesíteni, mint egy 2-3 éves kisbaba, vagy 5 éves kisbaba. Ha magasabbra teszünk, minél magasabbra, annál többet tudunk teljesíteni. Nekünk ezt a lécet magasan kell tartanunk, ezért történik meg az, amit már lehet, hogy valaki hallott tőlem, de ezt szoktam néha megismételni, ezért történik meg az, hogy én azt mondom, hogy igaza van azoknak, vagy a mondásnak, ugye, hogy bort iszik, vizet prédikál. Ez a sorsa a papnak. Ezt nem kerülheti el. Miért? Azért, mert nekem a bort kell adnom, tehát nekem hirdetnem kell a teljes evangéliumot, nem csak annyit, amennyit én megvalósítok. Mert ha annyit hirdetnék, csak és annyit mondanák, amit én megvalósítok, szörnyű lenne. Pál apostol bátrabb volt, illetve bátor volt, és azt mondta, hogy engem kövessetek, nézzétek az én példám. Én messze vagyok tőle. Tehát itt láthatjuk azt, hogy ez mindig is megfogta. Nekünk tehát a léc magasan áll, tökéleteseknek kell lenni, de látjuk, hogy mennyi erőfeszítést és folyamatot jelent ez a törekvés is már önmagában. A szentségekkel kapcsolatban külön ki kell emelnünk az euharisztiát. Az a vallás életnek a csúcspontja. Ez számunkra különösen az intenzív időkben válik fontossá. Mindig is fontos, a keresztény élet csúcspontjáról van szó, tehát a tényleges találkozás, mi katolikusok hisszük azt, hogy valójában Krisztus testét vesszük magunkhoz. Most, hogy ezt teológiai, hogy lehet megmagyarázni, hogy ez megint egy külön téma, különféle filozófiai, meg más fogalmakat igénybe véve próbáljuk ezt magyarázni az egyházban, de számunkra a legegyszerűbb az, hogy Jézus maga mondta, hogy ezt tegyétek az én emlékezetembe, tehát akkor én veletek vagyok. Így kerül a Szent Mise a katolikus életi, katolikusok életének a középpontjába. Nincs jobb, szebb találkozás az Úrral. Erre a találkozásra pedig azért van szükségünk, mert mindannyian látjuk azt, hogy a lécnek az átugrásához, az állandóan emelkedő lécnek az átugrásához mindig új energia kell, új erő kell. Ha nincs gyakorlás, ha nincs tréning, ahogy szoktuk mondani, akkor nincs eredmény sem. Aki nem jár edzésre, az ne is várja el, hogy majd a nyakába akasztják az olimpiai érmet. Ez hasonlóképpen történik a mi esetünk. És amikor pedig még a felebaráti szeretetet is említettük, amikor még ezt tartjuk szem előtt, akkor azt is tudnunk kell, hogy az egyház mit tesz ezen a téren. Nálunk legalábbis tudatosítani kellene önmagunkban, hogy a szeretetnek a konkrét gyakorlása egyike a legfontosabb feladatoknak a keresztények számára. Amikor az egyházról beszél az egyház, vagy a teológia, akkor a négy oszlopa között mindig megemlíti a diakoniát, tehát a szolgálatot a testvéreknek. És emlékszünk arra is mindannyian, hogy az apostolok kiválasztottak 7 diakonust, akiket, ahogy a Szentírás szöveg mondja, az asztal szolgálatára rendeltek.
Tehát ők voltak azok, akik a közösség nevében segítettek a rászorulókon fölkarolták. Az egyházban is megvannak állandóan is, azt hiszem, hogy még nagyobb figyelemet kellene ennek is szentelni, azok a programok és intézmények, iskolák, egyetemek, hasonló kórházak, missziós telepek is sorolhatnám sok minden más, amelyek arra vannak hivatva, hogy konkrétan megmutassák az embernek, hogy nézd az örökké rabbanát, hogy téged az Isten szeret, mennyire szeret. Annyira, hogy én is érted a szükségben szenvedőért, áldozok valamit. Mi azt rendszeresen úgy szoktuk, hogy a fölöslegből, amit már ugye különben is a molyoknak adnánk, vagy már fel itt kirágták a pavlásnak, hogy gyorsan tudadjuk a rászorulóknak, addig, amíg csak a Szabadkai Székesegyháza telt a lukakon, látni, hogy nehogy véletlen még a párizsi állítólytornyot is lehessen látni a moly okozta lukon, hogy hát előbb odaadjuk a szegény rászorulónak. Nem ez, nem erről van szó. Jézus önmagát adja. Tehát az isteni szeretet az Isten önmagát adja, nem a fölöslegéből ad. És különösen nem abból, amit már amúgy is eldobnak. Tehát ez az egyetlen feladata és küldetése az egyháznak, amely aztán ugye tagolódik szét, tehát hirdetni az örömhírt, az evangelizációt. Elvinni mindenkinek az örömhírt. Ez az alapvető feladat. Az örömhír pedig pontosan az, hogy az Isten szeret minket. Adventben ennek az örömhírnek egyik különös mozdanatát tartjuk szem előtt, és látjuk, hogy az Isten az ő nagy szeretetében emberré válik. Azt mondja, hogy én is olyan vagyok, mint olyan akarok lenni, mint egy. Tudom a te problémáidat. Éltem a te bőrödben. Vagy élek a te bőrödben. Ezt akarja gyakorlatilag üzenni, alapüzenetként az Advent. Az egyházban azt hiszem előtt kell tartanunk, amikor az öröm hirdetjük és a szerető Istenről beszélünk, hogy nem a struktúrák szeretete a fontos. Egyáltalán. Hanem az egyháznak, egyház tagjainak a szeretete. Nekünk nem a templomot kell szeretnünk, vagy nem egy plébánia közösséget, hanem magát az embert. Mi nem vagyunk statisztikák, nem vagyunk számok, hogy többen vagy kevesebben vagyunk, hanem mi emberek. Tehát nem az egyház a célpontja a szeretetünknek, hanem az egyház az alapja, illetve kellene, hogy alapja legyen. Segítsen bennünket arra, hogy ráébredjünk erre a nagy isteni szeretetre. Amikor az egyházról beszélünk, mindenki tudja, de megint szeretném felemlíteni, ezt állandóan említem, ahol csak tudom, azért, mert szeretném, hogyha ennek minél jobban tudatában élnénk. Egy példából indulok ki, hogy megértsék, miről van szó. Egy nagyon jó hívő, aki rendszeresen ott van nálunk a Szentmisén, szényleg segíti a szegényeket is, rászorulókat is, templomot is, tevékenységeinket is. Azt mondta nekem, már ennek van legalább egy 7-8 éve, vagy 10 is, úgyhogy azóta mindig ismétem, akkor elképzelhető, hogy hányszor ismételtem már meg. Képzelje, atya, tegnap voltam egy nem tudom milyen rendezvényen, és ottan elkezdték áprendálni a katolikus egyházat. Mondom, és? Szólt valamit? Hát nem szóltam semmit. Hát mondom, magát áprendálták. Miért? Az egyház, amikor arra beszélünk, hogy egyház, akkor ne csak arra gondoljunk, hogy papok, meg püspökök, meg pápa, meg bíborosok, meg ki tudja micsoda. Az egyház az te vagy. Tehát ha szidják az egyházat, téged szidnak, hogy egész egyszerűen fogalmazza meg. Azért akarom ezt így kihangsúlyozni, hogy ennek tudatában legyünk. Nekünk Isten családjaként, egyházként kell működni, amelyik családban minden tag, tehát tudatában van a saját küldetésének. Protestáns testvéreink ezt még jobban kihangsúlyozzák, vagy az evangélikusok. De ennek tudatában kell lenni. Nem két, vagy ki tudja hány szintről van szó, és akkor ugye, amikor erről meg arról beszélünk, akkor elsősorban a püspöknek a feladat, meg a papnak, mindannyiunknak a feladat.
ebből kifolyólag van az is, hogy hát igen, a papot aztán áprendáljuk és szidjuk, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, és hogy én milyen vagyok, azt nem kérdezzük meg. Arra nem kérdezünk rá, hogy én szent vagyok-e, és én milyen példát adok ennek a papnak. Mert azért azt is meg kell mondanunk, abban lehet, hogy az ember ilyenkor már akkor személyes területre tér, hogy a pap is nagyon sokat épül a hívő példáján. Ezt is el kell mondanom. És én hálás vagyok a Jóistennek, hogy nagyon sokszor erre emlékeztem. És akkor rákérdezik arra, hogy na most én, mint pap, vagy mint szerzetes, hol is állok? Meddig jutottam én? Amikor ez a Maris néni, vagy Julis néni, vagy Pista bács, vagy nem tudom ki, ilyen szép példát nyújt nekem. Hol vagyok én? Tehát nagyon fontos az, hogy mindannyian ezt kötelességünknek, illetve életutunknak tekintsük. Mi ezt az életet választottuk. Azt mondtuk a Jóistennek, hogy veled együtt akarjuk járni a saját életutunkat, és ezen az úton mindezt meg akarjuk valósítani. Az egyház a küldetését, a szeretet küldetését csak úgy valósítja meg, ha mindig arra gondol, hogy az egyházat Jézus hozza létre az ő maga szeretetében. Ahhoz, és most áttérünk a téma lényege felé, próbáljuk a lényeget megközelíteni, mert születésről van szó, Jézus Krisztus születésére készülünk, Adventnek ugye, Adventban három oldalról, három szemszögből közelíti meg a liturgia Jézus születését. Elsősorban a Szentírás olvasmányokban arról olvasunk és arról elmélkedünk Advent folyamán, hogy az ószövetségi nép, a választott nép, Isten által választott nép, illetve annak egy része, ne gondoljuk azért, hogy minden zsidó vallásos, meg hogy minden keresztény vallásos keresztény. Tudjuk, hogy ez nem így van. Hányan vannak beírva a keresztül megkereszteltek anyakönyvébe, és mondjuk rá hányan gyakorolják. Ez számunkra is világos, hogy ez mit jelent. Azokról van szó, akik tényleg komolyan vették az isteni kinyilatkoztatást. Tehát azt nézzük, hogy ők az Ószövetségben hogyan készültek arra, hogy majd eljön a Mesiás. Milyen reményeik voltak? Mit tartottak szem előtt? Ki lesz ez a Mesiás? Mit fog ezt tenni? Hogy fog kinézni? Tudjuk, hogy itt is aztán valami különböző mellékvágányokra jutottak egyesek. Ezt Jézus esetében többször tapasztaljuk, amikor úgy gondolták, hogy hát gondoljuk csak az emauszi két tanítványra. Mi abban reméltünk, mondják ezek a tanítványok Jézusnak, hogy ő fogja megszabadítani Izraelt. Miben reméltünk? Hogy a Messiás e földön ad nekünk egy boldogság. Megszabadította. De nem politikai értelemben, vagy nem földrajzi értelemben, hanem egészen más értelemben. Ezek azok a dolgok, amelyeket az Új Szövetségben keresünk, erről emlékezünk, és ennek alapján magunkban is fölébresztjük a megfelelő belső hangulatot. Hogyan vállal, mit vártak ők? Mit képzeltek erről? Messiás, Dávid fia, mit jelentenek ezek a kifejezések az Ószövetségben az ember számára? Megváltó, milyen megváltó? Különösen napjainkban, amikor egyik nagy jelenség az, hogy hát a bűn az nincs, akkor most mi a megváltás? Mitől vált meg? Ha nincs bűn, akkor nincs mitől megváltani. Azután a másik szemszög, amelyből Adventet nézzük, az a konkrét karácsony. 2014 karácsony. Hogyan készülök én a megváltó születésének az ünneplésére? Adventi koszorú külső dolgok valószínűleg, hogy általában megvannak. De a belső dolog, mi történik bennem? Hogy ünneplem meg az ünnepeket? Ugye az egyházi évnek az egyik, illetve alapvető, nem az egyik, hanem pontosan az, alapvető célja az, hogy úgy mondjam,
az időben élő embert beleringassa az isteni misztériumba. És ezért van az, hogy ez állandóan cirkuláris körökben, ugye ismétljük. Itt tavaly is ünnepeltük, tavaly előtt is ünnepeltük, jövőre ünnepeljük, ezt nem tudjuk. És azt mondjuk, hogy hát igen, megint elmúlt egy karácsony. De ez az állandó vissza-vissza ringatás például a karácsonyi légkörbe segít bennünket, hogy még jobban és jobban belemélyüljünk a misztériumba. És hogy minden ünnepléskor megnézzük azt az új mozzanatot, amit nekünk hoz az az ünneplés. Gazdagodunk. Mi nagyon jól tudjuk, hogy az ember mennyire tud lelkileg is gyarapodni. Mindannyian jól tudjuk. És egyetlen karácsony se ünnepeltünk hiába. Minden karácsonykor valami, hogy úgy mondjam, ragadt ránk. Mi másmilyenek vagyunk a múlt karácsony óta. Ha csak a karácsonyi üzenetet nézzük. És sok minden más is valami változtat rajtunk. Az idén is valami változni fog. Valami, amit lehet, hogy abban a pillanatban nem is veszünk észre. Hanem úgy, amikor visszanézünk egy kicsit a saját egyéni történetünkbe, akkor látjuk, hogy igenis történnek nagy dolgok és változások az életemben. Tehát ez a második. Várom ezt a karácsonyt. Készülök erre a karácsonyra. Külsőleg is adok valamit, nagyon fontos ez is, hogy kiemeljem, mert általában elítéljük azt, hogy hát igen, karácsony van, meg dísz, meg nem tudom micsoda, minek kell az, nem kell egyáltalán, kell az is. Mert hogy igazán ünnepelni tudjuk, ahhoz szabad olyan dolgokhoz folyamodnunk, amelyek segítik ezt bennünk. Segítenek bennünket ezen a téren. Például, mondok egy példát, teremthetünk gyertyás csöndöt magunk. Ez segíteni fog, hogy még mélyebben megismerjük a misztériumot. És akkor az adventi gyertyánk az nem egy olyan valami lesz, hogy hát igen, ott van, mert ez szokás, mert ezt csinálják, aztán mindenféle színű gyertyákat tesznek, és azt tudjuk már végig, hogy melyik milyen. Akkor most kinek van igaz, aki azt mondja, hogy három lila, meg egy rózsaszín vagy, akik ugye a szentmise színei alapján határozzák, hogy gyertyák színét, vagy pedig, hogy zöld, piros, mert egyik a reménynek, a másiknak amannak az utolsó, ugye a piros a szeretetnek a jele, hogy most négy különböző színűt teszünk, és itt nem erről van szó, hanem arról, hogy akkor mi már ebben a pillanatban kapunk egy külső emlékeztető jelet. Ez az égő gyertya, vagy ezek az égő gyertyák már emlékeztetnek engem arra, hogy közeledik, tehát segítenek engem, ez itt fontos a külső is. Mert a segít bennünket, hogy a belső is összeszedettebb tudjon lenni. Nem elítéletűtel semmilyen külső dolgok. Ezek is segítenek abban, hogy belsőleg is máshogy történjen minden bennünk. Amikor az adventről beszélünk, mondtam, hogy a születés kerül a központba. Hogyan kezdődik, vagy hol van az eleje, a kezdete, a születés? Hát mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy az ott van a fogamzásra. Amikor befogadja két személy egymásnak a szeretetet, ekkor történik meg a fogamzás. Tehát a szeretet a feltétele az új életnek. Azt én is tudom, látásból is tapasztalatból, hogy ez nem mindig így történik. Ezt mindannyian tudjuk. Hogy nagyon durván kifejezzem, ismerünk olyan személyeket, akik nyakra hőre gyártják a gyerekeket. Így szoktuk, de még rosszabbul is szoktuk ezt mondani, de erre a jelenségre, ezt a jelenséget mindannyian tudjuk. Nem minden megfogamzás születik szeretetben. De rendes és normális körülmények között is, a többségnél, hála Istennek még ma is ezt mondhatjuk, a szeretet alapján történik. Amikor két személy szeretetben összetalálkozik, és kiszakarva szándékosan hangoztatom a szeretetet, mert ma olyan tendenciót élünk,
hogy szét akarják választani a szeretetet és a szexet, a szexualitást. Vagy pedig a szeretetet azonosítani a szexualitással. A szexualitás csak egy kifejezője a szeretetnek. Nem maga a szeretet. Nem a szeretet lényege. Ez az, amit a mai ember éppen a médiumok hatására egyre jobban szem elől téveszt. És a szeretetnek van az alapvető és legfontosabb szerepe. A többi az mellékes, erősíti a szeretetet is kell, mert ilyennek vagyunk teremtve, de nem azon van a hangsúly, nem az van a központban. Tehát létrejöhet élet szeretet nélkül is. Amikor Adventben a születésre emlékezünk, akkor ugye a fogamzás után arra is kitér a figyelmünk, hogy mi történik az anyaméhében. Megkezdődik egy új folyamat. Új élet van kialakulva. Említettük már azt, hogy a mi életünk a sohasem befejezett valami. Az emberi élet nem befejezett valami. Az egész emberi élet egy folyamat. Ezért is filozófiailag is nagyon nehéz meghatározni azt, hogy kicsoda az ember. Azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy az ember egy folyamatban lévő lény, vagy folyamatban élő lény, akkor talán sok mindent elmondtunk, és semmit sem mondunk. De ez a valóság. Az ember az nem egy kész, befejezett termék, amely lejött a sorozatgyártásból, hanem az ember állandóan alakulóban, növekvőben lévő lény. Növekszik, függetlenül az idő múlásáról. És közben, miközben az ember ugye így fejlődik, egy saját identitást is nyer. Tehát kap egy saját ént. Én vagyok. És ez az én különbözik másiktól. Ezt nagyon jól tudjuk. Kisgyermek, ugye a kisbaba, aki még nem tudja megkülönböztetni, ugye ez az én, enyém vagy a tied, ezt is tudjuk. De utána aztán nagyon jól megkülönböztetjük. És nem csak arról, hogy csak arra reagálunk, hogyha nevünkről szólítanak, hanem arra is, hogyha hát az a mi úgynevezett énünket bántják. Tehát mi sajátos egyénnek érezzük magunkat. És ez is az élet csodájához tartozik, hogy egyének vagyunk, nincs két, és nem is volt két egyforma ember, de azt hiszem, hogy más sem nincs kettő egyforma világ. Még egy fa sem. Két fa sem egyforma. Két hal sem egyforma. Nincs két egyforma. És ha ebben belegondolunk, akkor láthatjuk, hogy milyen csodálatos az a teremtő, akiben mi hiszünk. Két egyformát nem teremt. Mindig valami újat teremt. Ez az identitás, ez a személy kifejlődés, ugye egy folyamat szintén, amelyre azt szoktuk mondani, hogy a halállal szűnik meg. Nos, ha bennünk nincs isteni szeretet, ugye hasonlattal éljünk, ha bennünk nincs isteni szeretet, akkor az isteni élet sem fogad meg bennünk. És ami itt érdekes, és amit itten azt hiszem, hogy ki kell hangsúlyoznunk, az, hogy ugye a szeretet ez legalább két fél kell. A vallási téren az Isten szeretete mindig itt van. Fölkínálva van. Kérdés, hogy a másik részről van-e szeretet? A részemről van-e szeretet? Ha van, akkor fog egy új élet születni. Ez nem biztos, hogy valaki harmadik kell, hogy legyen, ugye vallásilag ezt már nem úgy tudjuk, ha bár meglátjuk, hogy ez is egyik mozzanata, hanem bennem születik valami új élet. Lelkileg, újjáélek, másmilyen élet. Isteni szeretettel kínálata mindig aktuális.
aktuális. Manapság ezt azt hiszem, hogy megint egy példával élek, könnyebb megérteni. Akik használják a kompjútert, meg a modern technikai eszközöket, meg a Facebookot, meg a nem tudom mi mindent, azok még könnyebben megértik. Mit értenek meg? Az, hogy például, ha már a Facebookról van szó, a barátomnak a képe és az oldala mindig valahol itt van. Csak az a kérdés, hogy nekem van-e megfelelő herkentyű, hogy azt fölfedezzem, és megkeressem az oldalt, a Facebook oldalát. Tehát mindig itt van. Hasonlóképpen képzelem innen az Isten szeretetét. És mindig itt van. Csak az a kérdés, hogy nekem van-e annyi tudásom, meg akaratom, mert ugye nem száll Facebookot sem mindig fölnyitni, de hát azt tudjuk, hogy az olyan vonzó, hogy fölmennek rá, különösen a fiatal generációs nem tudja a problémát. Milyen jó lenne, ha így mennénk mi fel az Isten szeretetének a Facebookjára, Facebook oldalára. Tehát tulajdonképpen ez történik. Mindig is itt van az Isten szeretete. Mindig fel van kínálva. Itt áll, itt lebeg, hogy képletekben mondjuk ki. Kérdés, hogy én ezt a szeretetet el tudom-e fogadni. Ennélkül, tehát ha nincs meg a két oldalnak a szeretetben való találkozása, nincs új élet. És az idei árvettünk is, egy kicsit csomka marad, hogyha ez a találkozás nincs. A szeretet az vagy van, vagy nincs. És azt is tudjuk, hogy ezt a szeretet nem lehet bespajzolni. És kevés, még kevésbé az Isten is szeretetet, hogy na most akkor beteszem a friss gyert, hogy állós, tartós maradjon, és amikor kell, akkor kiveszik egy adag Isteni szeretet, nem így van. Az állandóan itt van. Nem lehet át tartósítani sem. Azon kívül azt is, ugye, tudjuk, hogy nem számíthatunk arra, amit a nagy áruházakban szívesen várunk és fölülünk a reklámozásnak, ugye, árleszállítás. Most karácsonyra minden olcsó, mitől olcsó? Hogy hát vannak időszakok, amikor a Jóisten szeretete olcsóbb, és akkor majd, ha árleszállítása, akkor majd én veszem belőle egy adagot. Isten nem árazza le az ő szeretetét. Mindig a teljes szeretetét nyújtja, és az ő szeretete az nem értékelődik el, és vevő is lenne rá, ha mi is akarnánk. Vagy, ha föl tudnánk fedezni, hogy ez mekkora miért. Mert törekszünk arra, hogy a pénzünkért értékes dolgokat kapjunk, minél több, kevesebb pénzért, minél nagyobb értéket. A szeretet az ülés folyamatát, tehát egészében a szemünk előtt tartva, arra is képes, hogy szimpátiát, barátságot szüljön. És a szeretet az egy folyamatos intenzitásnak van a látében. Tehát ha megállunk valahol a szeretetben, akkor csak zuhanni tudunk, nincs megállás. Mert akkor az már visszakérdülást jelent. Tehát egy állandó, intenzív szeretetben kell élnünk, mert a szeretet csak úgy maradhat föl, ha állandóan növekszik. És azt mondják, hogy a szeretet az egyetlen dolog, ha bár lehet, hogy még lehetne más találni, amit azt mondják, hogy sohasem fogy el, illetve minél többet adunk belőle, annál több van. Ezt tapasztaljuk, de nem hiszem, vagy legalábbis elmélkedésem folyamán úgy éreztem, hogy azért lehet, hogy vannak más dolgok is, amik növekednek. Mert például az igazságosság. Minél többet törekszem az igazságosságra, annál több igazságosság van, tehát az is növekszik. És ebből kifolyólag én személyesen úgy tartom, hogy minden erény tulajdonképpen hasonlított a szeretethez. Minél többet adunk, annál több van belőle. És természetes, ha azt mondjuk, hogy itt növekedésről van szó, akkor nem maradhat ki
az ápolás, nem maradhatja. Pelenk a tisztítás, a mosás, tehát mindaz, ami az örömöt esetleg csökkenteni vagy megnehezíteni. Így a szeretet elkötelezettséget jelent mindannyiunk számára.